pécsi és Pécs környéki vállalatokat hívott vendégül az egyetem a helyi iparkamarába. A rendhagyó esemény az Együtt működünk címet kapta, melynek célja, hogy erősítsék az ipar, a vállalatok, a gazdaság és az egyetem kapcsolatát. A modellváltás is azt a célt szolgálja, hogy a felsőoktatási intézményben még nagyobb hangsúlyt kapjon a gazdasági és társadalmi kihívásokra való megoldások keresése. Ezekre az elmúlt években is jó példákkal szolgáltunk, hiszen most már számos K+F+I pályázatot adhattunk be, mind a régió gazdasági szereplőivel, mind pedig országos jelentőségű vállalatokkal, gazdasági szereplőkkel. Ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is, mind konzorcium partnerként, mind pedig akár olyan formában, hogy egy-egy vállalkozásnak a megrendelését kutatásban támogatjuk. Az eseményen elhangzott, hogy az együttműködések időszakát éljük most, amikor az innovációk gyorsan beépülnek a mindennapjainkba. Viszont a másik oldalon folyamatos kihívások előtt állnak a cégek, vállalatok, elég csak a Covid-ra vagy a jelenlegi energiakrízisre gondolnunk. Olyan lehetőségeket kell fizikai formába önteni, melyek hiánypótlóak és igény is mutatkozik rá. Ilyen volt például az antibakteriális kesztyű, amit az egyetemen fejlesztettek ki, de számos más területen is kiemelkedő szerepe volt az intézménynek, mondta el stábunknak Márk László. Lakástextil, a kesztyűgyár bevonásával, esetleg a régióban lévő technikai ruházatot gyártó cégekkel újra egy olyan innovatív könnyűipart lehetne itt csinálni, textilipart lehetne csinálni a régióban, ami például Magyarországon valószínűleg egyedülálló lehetne az egyetemi tudásbázisra építve. Olyan jó gyakorlatokról is beszámoltak még, mint például a gyógyszerkutatásban alkalmazható, nagy precizitású, automatizált fájdalomküszöb mérőberendezés, vagy a hűtőbordás léghűtéses hőcserélő termék család fejlesztése.